Megalakult a megyei közgyűlés, Báni Gál-Boglárka lett a képviselőtestület új elnöke. Újrahasználati központ nyílt Miskolcon, a feleslegessé vált eszközök leadhatók, más pedig tovább használhatja. Az utolsó pillanatai élvezhetők a Vénasszonyok nyarának, jövő héten beköszönt a szomorkás ősz. október 25-e péntek van, 18 órakor önök a híradót látják, jó estét kívánok, jönnek a részletek. Megalakult Borsod-Abaúj-Zemplén megye közgyűlése. A megválasztott 29 tagú képviselőtestületből 28-an voltak jelen, és egyhangulag Báné Gál-Boglárkát választották meg elnöknek. A Fidesz-KDNP listájáról 18, a Jobbik-MSZP Momentum Mindenki Magyarországa listájáról 8, a DK listájáról pedig 3 képviselő lett tagja a testületnek. Dr. Áder János köztársasági elnök úr 2019. július 26-án tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13. napjára. Az alakuló közgyűlés első napi rendi pontjában Murányi Zsolt beszélt a választás menetéről, eredményeiről. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi választási bizottság elnöke elmondta, hogy a megyei közgyűlés képviselőinek számát a megye lakosság száma alapján határozták meg. 358 településen 814 szavazókörben adhatták le szavazatukat a választásra jogosultak. A megyei önkormányzati képviselők közül 28-an vették át az alakuló közgyűlésen megbízó levelüket. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Majd közösen mondták el az eskü szövegét. A megyei közgyűlési elnöki tisztségemből eredő feladataimat. A megyei közgyűlés elnökének Báné Gál-Boglárkát választották meg a képviselők. Az újonnan megválasztott elnök székfoglaló előadásán köszönetet mondott a képviselőjelölteknek, a települési és területi választási irodák és a megyei önkormányzat dolgozóinak, valamint annak a csaknem 217 ezer választópolgárnak, akik éltek demokratikus jogaikkal, és október 13-án elmentek szavazni. A cél minden újabb politikai választással az, hogy olyan garnitúra rendezkedhessen be, amely felelősséggel, elhivatottsággal, legjobb szándéka és tudása szerint kívánja szolgálni azt a mintegy 650 ezer embert, akik megyénkben élnek. Az elnökasszony elmondta azt is, hogy céljai között szerepel az ipar, a kultúra fejlesztése, a turisztikai kínálat bővítése, a civil és nemzetközi együttműködés további erősítése, a befektetések ösztönzése és a települések fejlesztése. Azt szeretné, ha Borsod-Abaúj-Zemplén megye méltó helyre kerülne a hazai rangsorban, és az ország meghatározó megyei közé tartozna. Borsod megye az elmúlt 5 évben kiemelkedő gazdasági eredményeket ért el. A lemaradott megyék közé tartozott megyénk most már a 11. helyen áll a gazdasági teljesítményét tekintve, ami középmezőnynek számít a megyéket tekintve. Azt gondolom, hogy mind a gazdasági eredményt, az árbevételt, mind pedig a foglalkoztatást illetően kiemelkedő eredmények születtek, amely teljesen beleillik a kormányzat politikájába. Az alakuló közgyűlésen alelnököt választottak és szavaztak a tiszteletdíjakról és az SMS módosításáról is. Tegnap megtörtént a város átadás átvétele. Kis János, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője hangsúlyozta, szakszerű keretek között szakemberek jelenlétében konstruktív hangnemben zajlott az átadás átvétel folyamata. A leköszönt alpolgármester összegzésként kiemelte az elmúlt évek két legnagyobb beruházását, a Miskolc-Tapolcán jelenleg is épülő új élményfürdőt és a Diósgyőri vár teljes átépítését. A politikus azt mondta, az átadott és folyamatban lévő projektelemek száma 171, amelyek értéke több mint 78 milliárd forint. A Fidesz-KDNP képviseletében büszke vagyok arra, hogy az elmúlt 9 évben a város gazdasági teljesítőképessége megduplázódott. Ennek a folyamatnak, valamint a kormány által támogatott adósság konszolidációnak köszönhetően egy gazdaságilag és pénzügyileg stabil várost sikerült átadnunk a tegnapi nap folyamán. Az átadás napján a város bankszámla egyenlege 2,3 milliárd forintot mutatott.
Megnyílt a Miskolci újrahasználati központ. Ezzel az új elemmel bővült a város hulladékgazdálkodási rendszere. A központban feleslegessé vált, de még használható bútorokat, háztartási eszközöket, játékokat, vagy például sporteszközöket vihetnek be a miskolciak. Mások pedig egy jelképes összegért tovább használhatják őket. Ezzel a Mirehu Kft. Azt szeretné elérni, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen. Bútorok, sporteszközök, játékok, háztartási eszközök, könyvek. Valakinek ezek már feleslegesek, mégsem kell, hogy hulladékká váljanak. A Mirehu Nonprofit Kft. József Attila utcai telephelyén megnyílt a Miskolci újrahasználati központ. Amíg használható tárgyak gyorsan gazdát cserélhetnek, akinek nem kell, az beviszi, aki pedig tovább használná, az egy jelképes összegért megvásárolhatja. Így lesz a szemétből kincs. Ma kimondhatjuk, hogy a hulladék gazdálkodásba be tudtunk lépni. A központ küldetése, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen. Ebben a Mirehu is segít a miskolciaknak. Ha valakinek nagyobb méretű bútora eszköze van, a házhoz menő lomtalanításhoz hasonlóan kimegyünk érte, elhozzuk, tehát hogy ne kelljen a szállítással sem a lakosnak bajlódnia. A nyitás napján Veres Pál is a telephelyre látogatott. A polgármester elmondta, a kampány ideje alatt sok miskolci jelezte, hogy nagy igény lenne egy ilyen szolgáltatásra. A Mirehu pedig most megoldotta a problémát. Természetesen helyrekezhet egy tárgy életében az a pillanat, amikor valóban szemétté vagy akár fűtőanyaggá válik, de még addig, ha használni tudjuk, akkor valóban itt a feltartható fejlődés, meg egyáltalán itt a termelés, terhelés, illetve a környezet terhelés szempontjából is rendkívül fontos, hogy ezek a tárgyak hasznosuljanak. A Mirehu már a központ megnyitása előtt próbálta felhívni a lakosok figyelmét az új lehetőségre, így már az első napon sokan érkeztek, hogy beszerezzenek egy játékot, bútort, vagy éppen egy gyerekbiciklit. Felújítási munkák miatt október 28-ától mindkét irányból teljes szélességében lezárják a Bogáncs utcai hidat, így Szirma városrész felül a Pesti út, valamint a Pesti út felül Szirma nem lesz elérhető a Bogáncs utcán keresztül. A lezárás idején az utcában lévő hulladékudvar és a Spintó Hungária Kft. Szirma felől közelíthető meg. A felújítás idei alatt az MVK ZRT menetrend szerinti autóbuszai is más útvonalon közlekednek. A munkavégzés a tervek szerint 4 hétig tart, így várhatóan november 25-től újra teljes hosszában járható lesz a Bogáncs utca. A HR informatika meghatározza a cégek hatékonyságát, és akár az esetleges bírságok is megelőzhetők. Hangzott el azon az előadáson, amelyen a vállalkozásokat tájékoztatták. A Megyeházán szó volt arról, hogy sem a nagy, sem pedig a kisvállalatok nem engedhetik meg maguknak, hogy nem tartanak lépést a digitális világ munkaügyi kihívásaival. A 21. században a szabadságok kezelése, a munkaidő elszámolások, a teljesítményértékelések és a dolgozói toborzások is hatékonyabban kezelhetők elektronikus személyügyi szoftverekkel. Erre vannak HR informatikai megoldások, ugye mi is egy ilyen szoftvert fejlesztünk, ami komplex módon tud támogatni minden ilyen személyügyi folyamatot, akár egy nagy vállalat esetében is, de jellemzően azt mondhatjuk el, hogy ez már nem csak a nagy vállalatok sajátossága, hanem a középvállalatok, kisvállalatok is épp úgy tudnak élni ezekkel az eszközökkel, és ezzel jóval hatékonyabbá tudják tenni a működésüket. Ma volt az iskolákban az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap. Legközelebb november 1-én kell menniük a diákoknak iskolába, vagyis összesen 9 napig pihenhetnek a tanulók. Ez idő alatt a kormány biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló diákoknak. Bár a programot teljes mértékben a kormány finanszírozza, annak megszervezése az önkormányzatok feladata. A szünidőben egyszeri meleg ételt kaphatnak a hátrányos helyzetű családban élő gyermekek. Az ingyenes gyermekétkeztetést a szülők a települési önkormányzat jegyzőjénél írásban igényelhetik. A szülők bármikor, az őszi szünet alatt is benyújthatják kérésüket, a jelentkezésnek nincs határideje. Október 27-én vasárnap hajnali 3 órakor 2 órára, azaz 1 órával vissza kell állítani az órákat. Életbe lép a téli időszámítás, ami azt jelenti, hogy 1 órával többet aludhatunk.
Az óraátállítás értelméről, hatékonyságáról megoszlanak a vélemények. Az Európai Unió tavaly döntött arról, hogy a lakosság megkérdezését követően előrelátható a 2021-től eltörlik az évi kétszeri óraátállítást. Néhány másodperc és 11-et üt a villanyrendőrnél lévő köztéri óra, amely a téli időszámításnak köszönhetően vasárnaptól egy órával már korábban megteszi ezt. Az emberek véleménye megosztik az évi kétszeri óraátállításról. Van, aki azt szeretné, ha maradna a jelenlegi nyári időszámítás. Én azt szeretném, hogyha a nyári időszámítás lenne, amikor majd véglegessé válik, mert az én szempontomból az sokkal jobb. Meg azt hiszem, hogy sok embernek. Egy másik megkérdezett inkább állandóságot szeretne, mert zavarja az évi kétszeri óraátállítás. Inkább állítsák már vissza, majd igazodunk. Nem tudok már hova lenni, mikor előre vagy hátra, zavar. És minden esetre ki vagyunk szolgáltatva, hogyha így marad az idő. Vizsgálat egy miskolci háziorvosi rendelőben. Pontsák Csaba azt mondja, az óraátállítást senkinek sem szabad figyelmen kívül hagynia. Olyan ez, mint amikor nyáron pihenni megyünk egy olyan üdülőhelyre, ahol az időjárás, netán az időzóna is eltér az itthon megszokottól. Erre is rá kell készülnünk, hogy aztán könnyen átálljunk az ottani viszonyokra, mondja a háziorvos. Ez mindenkit érint. Most gondoljunk a legegyszerűbb esetekre, aki órával szinkron szedi a gyógyszereit, egy inzulinos cukorbeteg, magas vérnyomásos beteg. Ugye neki ezt be kell kalibrálni, hogy ezek az időpontok eltolódnak. Aki állandóan utazik nagyobb távolságra, ugye sokan dolgoznak Budapesten. Tehát a mindennapi életünket ez mindenképpen megváltoztatja. Az általános tanács az egyszerű, de fontos, hogy gondoljunk rá, készüljünk fel rá, hiszen fog hatni ránk. Az óraátállítás csupán néhány nemzetközi és belföldi vonatot érint, a menetrendet emiatt nem kell módosítani. Hasi görcsök, fejfájás, ingadozó vérnyomás. A meleg nem csak örömet tud szerezni októberben. A vénasszonyok nyara szinte mindenki szervezetét megterheli. Az indián nyárnak azonban jövő héten vége. Több meleg rekord már várható nem fog megdőlni. Szinte tökéletes értéket mutat a vérnyomásmérő. Az orvos szerint a vérnyomás egy pillanatképet mutat. A jó érték ellenére a beteg feje sokat fáj. Pilicki Milán elárulta, hogy az időjárás változáskor sokszor van migrénes fejfájása. Inkább a meleg után, amikor bejön a hideg, az ősz, és akkor utána az ősz után jön egy kicsit ez a vénasszonyok nyara, akkor jobban érzem, igen, ingadozik a vérnyomásom. Pontsák Csaba háziorvos elmondta, hogy az utóbbi napokban megszaporodott azoknak a pácienseknek a száma, akik hátfájással vagy fejfájással, esetleg belső szervi görcsökkel érkeznek. A változékony őszi időjárás bárkit megterhelhet. Amikor van egy időjárás front, mindenkinek magas a vérnyomása, vagy mindenkinek görcsöl a vesélye, epélye, tehát rohamosabban, gyakrabban jelentkeznek bizonyos betegségek, tehát hat ránk az időjárás. Ha érzékenyek vagyunk, tudunk róla, akkor figyeljünk rá. Az időjárás ma is nyárias volt, a játszótérre is el lehetett még menni. A fák nagy része már megvált lombjától, de a napos meleg idő miatt sok még a zöld dombkorona is. Nagyon régen volt ilyen meleg az október. Igazából ez minden ősszel visszatérő dolog. Inkább az a meglepő, hogy ennyire tartósan tudott ez fennmaradni, ez a meleg, és hogy például így 5 napon keresztül is megmaradt ez a meleg idő, és ezáltal így folyamatosan dőltek meg a hőmérsékleti rekordok. Hát a rekordokat illetően a visszamenőleg például 1999-es rekord is dőlt meg. A hétvégén még ki lehet élvezni a jó időt, de aztán véget ér az indián nyár, és megérkezik az ősz. A nappali hőmérséklet jelentősen csökkenni fog hétfőtől. Kezdetben 20 fok lesz a maximum, majd már csak 14 fok. A rövid nadrág póló öltözékeket melegebbre kell majd cserélni. Koffán Károly születésének 110. évfordulója alkalmából nyílt emlékkiállítása a Rákóczi házban. A kiállítás a Fürkésző ember címet kapta, utalva Németh Lajos művészettörténész Koffán Károlyról szóló írására. A tárlat egy átfogó válogatás a 20. századi magyar grafika történet kiváló alkotójától. A tárlatot ifjabb Koffán Károly nyitotta meg, aki elmondta, édesapja volt az, aki a képzőművészeti főiskolán megvalósította, hogy a grafika egy önálló szak legyen.
Kordos László előtt tiszteleg a Herman Ottó Múzeum. Az egykori könyvtáros születésének 110. évfordulóján róla nevezték el a könyvtár olvasótermét. Kordos László egész életében elkötelezett pedagógus volt. Az ő ötlete nyomán nevezték el a város könyvtárait írókról, költőkről, de a könyvtáros képzés elindítása is a nevéhez fűződik. A róla elnevezett olvasóteremben hagyatékának néhány darabja is megtekinthető. Kordos László 1964-től a Miskolci Városi Könyvtár igazgatója volt, 1970-ben került a Herman Ottó Múzeumhoz. Kordos László olyan időben került a Herman Ottó Múzeum könyvtárába, amikor egy tragikus esemény következett be a múzeum történetében, ugyanis 1960-as évek végén a papszerem működő Herman Ottó Múzeumnak az egyik fala leomlott, és nagy kárt szenvedett a múzeumi könyvtár állománya. Ő pedig 1970-től 76-ig volt a múzeumi könyvtár könyvtárosa, és részt vett a múzeumi könyvtár átköltöztetésében. A mostani MAP székház első emeletén működött a múzeum, és a múzeum könyvtára Kordos Lászlónak köszönhetően. Halloween-i jelmezbe öltözik a hétvégén az Avalon Park. Október 25-e és november 3-a között izgalmas kalandok várnak a látogatókra Avalóniában. Lesznek boszorkányok, jelmezverseny, szellemdiszkó, rémisztőház, tökfaragó verseny, és Halloween sztárállataival is lehet majd közös fotót készíteni. A programra a ráhangolódás már kedden elkezdődött a Városháztéren. Egy villámcsődülettel csalogatták az érdeklődőket. A legkedveltebb mesefigurák és filmhősök táncoltak fekete rokkos felszerelésben. Most egyébként a táncosok a kiszenekar I Was Made for Loving You című számára fognak táncolni, és nem titok, hogy egyébként mostani táncosok a Mikulás programunk mesehőseinek karakterét is alakítják majd az Avalon Parkban. Újabb idegenbeli mérkőzésre készül a DVTK labdarúgó NB1-ben. Debrecen után Pakson vendég szerepelnek majd a pirosfehérek. Feckó Tamás vezetőedző együttese legutóbbi bajnokián jól játszott Debrecenben, de pontot szereznie nem sikerült. Az újabb idegenbeli erőpróba során a Paks otthonában ezt a teljesítményt szeretnék folytatni a pirosfehérek, de jobb helyzet kihasználással. A labdarúgó NB1 legutóbbi játéknapján a DVTK Debrecen otthonában nyújtott teljesítménye nem csak a pirosfehérek szurkolóit, hanem a házigazdát is meglepte. A játék fontos mutatóiban jobban teljesített ellenfelénél a Diós Győr, de ennek a javuló produkciónak sem lett pontszerzés a vége. Az élvonalbeli pontvadászat 10. fordulójában is idegenben, a Paks otthonában lépnek majd pályára pirosfehérek, akik jobb helyzet kihasználás mellett előző fordulóbeli produkciójuk megismétlésére készül. A játékép az ugye nagyon jól nézett ki, viszont ezért még csalódottabb volt a társaság. Egy kicsit nehezebb volt feldolgozni ezt a vereséget a mutatott játékképe alapján, valamint a helyzetek kialakítása miatt, de ezen is túl kell lépni, és tényleg a héten csak a Paksra koncentráltunk, hogy Paksról 3 ponttal tudjunk hazajönni. A csapat felfogása hasonló lesz, mint legutóbb, folytatta beharangozóját a szakvezető, de alkalmazkodni kell a Paks erényeihez is, vagyis meg kell akadályozni a hazaiak játékát. Stabil védekezés mellett javuló, eredményes támadójátékot vár csapatától Feckó Tamás. Vannak olyan edzés jeleneteink, edzés momentumaink, amikor poszpecifikus képzés van, tehát a támadóknak az, hogy minél több gólt szerezzenek. Reméljük, hogy ez beváltja a hozzáfűzött reményeket, és hétvégén 2 helyzetből 2 gólt szerzünk. Tomislav Szivics érkeztével jóval támadóbb felfogású lett a Paks játéka, de ez kihat a védekezésükre is, mert több gólt is kapnak. Hogy melyik tréner jön majd ki győztesen a vezetőedzők csatájából, azt a szombaton 17 órakor kezdődő bajnoki találkozó válaszolja majd meg. Szabadtéri sport szempontból a zárásához érkezik lassan az esztendő esemény sora, de most következik majd az egyik leglátványosabb rendezvény, a Cyclocross terek per kerékpárverseny. A 3. Decathlon Borsod Cross Magyar Kupa viadalt október 27-én rendezik majd meg, újra a nagy sikert aratott pályán az egyetemi körcsarnok körül.
Hóban, sárban, fagyban rendezték meg legutóbb a rendkívül látványos kerékpáros viadalt az egyetemi körcsarnok körül, és akkor komoly szakmai és közönség sikert arattak a szervezők. 2019. október 27-én újra Miskolcon rendezvúznak a Cyclocross kategória országos legjobbjai, ugyanis a harmadik Decathlon Borsod Cross Magyar Kupa viadal várja újra az érdeklődőket. Ez de szerintem a legfontosabb szurkolói zónája a pályának. Egyrészt ugye nagyon nagy felületen, területen látható a verseny, tehát itt másfél percen át nagyjából kanyarognak a srácok, úgyhogy nyomon lehet követni. A rajthoz álló mezőny minőségében, a pálya nehézségében nem lesz változás a legutóbbi viadalhoz képest, ám az markáns különbség lesz, hogy ezúttal kellemes őszi időben rendezhetik meg a versenyt. A tervek szerint több mint 200 induló és várhatóan sok érdeklődő előtt. Most is még így beszélgetve a srácokkal, a komolyabb menőkkel, hogy hogy érezték magukat itt tavaly, mindenki újra és újra elhangoztatja azt, hogy nemzetközi minőségű pálya volt, ennek mi nagyon örülünk, ugyanakkor a fejlődése soha nem állhat meg, mindig valami trükköt bele kell rakni szerintem, úgyhogy idén is lesz egy-kettő nyomvonal módosítás, de 90%-ban ugyanaz az útvonal vár rájuk. 2019-ben is rajthoz áll Miskolcon majd Búr Zsolt, Kusz Mátyás, Burucki Szilárd és Cser Gábor is, hogy az elit kategóriát említsük, de a szervezők legalább ekkor eredménynek tartják azt is, hogy az utánpótlás 7 és 9 éves kategória képviselőinek versenyzésével indul majd a napi program vasárnap, majd 10 órától indul a Magyar Kupa egésznapos programja is. A legjobbak, vagyis az elit kategória főversenyének kezdési időpontja 14 óra 15 perc lesz. Még holnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, szép napos időnk lesz. A részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Híradóval hétfőn este 6 órakor jelentkezünk, legközelebb szombaton ugyanekkor pedig heti hír összefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Műsorainkat újra nézhetik a minap.hu-n, észrevételeiket pedig megírhatják nekünk az info@mikon.hu-ra. Én híradót készítő munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, töltsék tartalmasan a hétvégét. Viszontlátásra!